Önkéntes családok jelentkezését várja az EFS. Györmoson Sopron megyébe érkeznek például török, hongkongi vagy venezuelai fiatalok, őket lehet fogadni. Ez egyébként a második legnagyobb önkéntes civil szervezet a világon, amely évek óta működik már Sopronban is. Az EFS-ről és a cserediák fogadásának a hátteréről is hallhatnak a mai Mozaikban. Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Logan Marinát, az EFS önkéntesét. Köszönöm a meghívást. Marina, először is beszélnél a tapasztalataidról. Hogyha jól tudom, akkor a ti családotok is fogadott cserediákokat, igen, illetve a ti gyermeketek is cserediákként külföldön volt. Igen, számunkra az EFS az a családunknak az élete része. Most már 2012 óta vagyunk benne. Először, mint tanár jelentkeztem önkéntesnek, utána fogadtunk egy belga lányt, ő csak 3 hónapot volt nálunk 2013-ban, és nagyon sajnálta, hogy haza kell mennie december elején, mert maradt volna szívesen még itt Sopronban. Aztán később volt egy kosztarikai fiam, és most pedig egy orosz Szibériából érkezett lányom van, aki holnap utazik haza, úgyhogy nagy csomagolásban vagyunk éppen otthon. Ez érdekes, hogy úgy fogalmazom, hogy fiad meg lányom, tehát ennyire szinte a saját gyerekének érzi ezeket a fiatalokat az ember. Mindenképpen olyan érzés, hogy nem vendéget fogadunk, tehát a családba befogadjuk ezt a fiatalt, és ugyanúgy neki is ki kell vennie a részét, ugye mondjuk a házi munkából, a terégetésből, mosogatásból, porszívozás, mindent ugyanúgy végez, mint a saját gyerekünk. Tehát családtagként kezeljük, és ez jó is neki, mert ő neki így a család biztonságában érzi magát, tehát hogy ő otthon van. És amikor meglátogattuk például a belga kislányunkat tavaly nyáron otthon Belgiumban, akkor azt mondta, hogy jaj, olyan jó érzés, hogy a két családom most együtt van. Tehát ő is ugyanúgy a családjának tekint bennünket. Na de kezdjük egy kicsit az elejétől, jó? Igen. Tehát hogy hogyan tud fogadni egy család cserediákot? Nagyon egyszerű, fel kell keresni az EFS Magyarországot, a legegyszerűbb az interneten az afs.hu oldalon. Ott jelentkezni lehet fogadó családnak, akkor át lesz, ugye felveszik a kapcsolatot e-mailben, és az EFS Magyarország Sopron körzetének az elnöke Vodli Zsolt, és ő vele lesz akkor a kapcsolat személyesen is felvéve, és utána mindig egy családlátogatás előzi meg azt, hogy ha valaki szeretne fogadni, kimegyünk, mint önkéntesek, elbeszélgettünk, hogy miért várnak bele egy ilyen kalandba, mondjuk, és azt ugye fontos, hogy legalább egy ágya legyen az illetőnek. Nem kell, hogy külön szoba legyen, például nálunk az első lány, ő egy szobában volt a saját lányommal, tehát emeletes ágyban aludtak, teljesen jól működött. Nem kell a külön szoba, de egy ágy ugye az kell, meg hogy hát valami kis saját tere legyen a diáknak, tehát ugyanúgy, mint a saját gyerekünknek, valamit biztosítani kell, egy íróasztal, vagy egy szék, tehát hogy azért ez meglegyen. És akkor utána következik a kiválasztás folyamata, amikor a család úgy elmondja nagyjából a paramétereket, hogy ő mondjuk egy fiút szívesebben fogadna, mint egy lányt, hogy legyen idősebb vagy fiatalabb. Ugye ezek a fiatalok 14 és 18 év közöttiek, és akkor mondjuk, amikor nekünk a lányunk 14 éves volt, akkor azt mondtam, hogy ne legyen 17-18, legyen inkább 15 éves az, akit fogadunk, vagy 16. És így akkor ezek alapján mondjuk a meglévő gyerekek közül az EFS felajánl egyet vagy kettőt nekünk. És azt mondja, hogy hát itt van ez a lány, vagy ez a fiú, aki szívesen jönne Magyarországra, nézd meg, mit gondoltok róla. És vannak úgynevezett biobookjaik a gyerekeknek, amit magukról leírnak, illetve a szüleik írnak róluk, az iskolának kell ugye jelezni róluk, mindenféle jelentések vannak, tehát hogy úgy nagyjából van egy képünk a gyerekekről, hogy mivel szeret foglalkozni szabad idejében, mire allergiás mondjuk, vagy tehát hogy így látjuk, hogy kik ők. Nyilván ez egy lutri, mert mindenki magát ugye fényezi jobban, hogyha valahova el akar menni, de azért egy képet kapunk róluk, és akkor ez alapján, szimpátia alapján a család, a fogadó család döntheti el, hogy kit fogadna szívesen. Konkrét képet is láttok. Így van, fotó is van, ugye? Igen, fotó is van róluk, a saját bemutatkozó levelük ott van, ilyen rövid, és ugye van angolul is, meg hát ugye magyarra is le vannak fordítva ezek a biobookok egy kivonatban. Azon gondolkodtam, hogy csak család lehet fogadó család? Tehát a családot úgy értem, hogy akinek gyermeke van, csak az fogadhat?
Nem, ez nem feltétel, egyedül álló is, vagy gyermektelen pár is nyugodtan jelentkezhet fogadó családnak. Például az én saját lányom most, aki Finnországban volt, egy olyan családba került, ahol a gyerekek már fölnőttek, és így az anyuka, apuka csak ketten voltak az én lányomon kívül, tehát jó érzés volt neki, hogy például így most újra van egy gyerekük, akikről gondoskodhatnak, tehát nagyon-nagyon jól működött ez a kapcsolat is. És a nyelvtudás az például feltétele? Nem. Sőt, azt mondják, hogy akkor jobb a gyereknek, aki érkezik Magyarországra, ha nem tud a család mondjuk egy közvetítő nyelven angolul, például ugye a legtöbb helyen angol a közvetítő nyelv. Ha nincs közvetítő nyelv, akkor rá van kényszerítve a diák, hogy tanuljon magyarul. És ez mondjuk a mi családunkban ugye nem nagyon működik, mert mi angolul beszélünk otthon, de a legtöbb soproni családban azért nagyon szépen megtanultak a gyerekek magyarul, vagy az országban bárhol. Általában a távol-keletiek több energiát fektetnek a tanulásba, tehát a tájföldi, a hongkongi diákok, ők keményebben dolgoznak azért, hogy szépen megtanulják, de például az idei tanévben volt egy olasz lány is, aki gyönyörűen megtanult magyarul. 10 hónap alatt milyen szintre lehet eljutni? Egy B1-es nyelvvizsgaszintre el lehet jutni. Középfok? B1, B2, ezt a középfokot, vagy egy erős alapfokot meg tudják csinálni, és van, aki az ECLS, tehát az uniós nyelvvizsgát le is teszi magyarból a tanév végén. És ezek a diákok ugye járnak iskolába is, tehát Így itt Sopronban is Igen. járnak iskolába. Ennek is már van egy kialakult ritmusa. Igen. Be tudnak illeszkedni az Igen, iskolába? Ez egy nagyon jó dolog. Én ugye először a tanároldalról láttam az iskolában azt, hogy mennyire jót tesz ez a soproni iskolának, magának az életnek, színesíti a dolgot, tehát, hogy a gyerekek olyan jó, hogy behozzák a világot, úgymond. És az iskolák is, nagyon sok iskolában vannak partneriskoláink ugye a városban, és mindenhol ki is aknázzák azt a lehetőséget, hogy nekik most van egy kosztarikai gyerekük, és bizony először még angolul, de az évvége felé már magyarul tart előadást a saját kultúrájukról, az országukról. Ilyen iskolanapok programjában rendszeresen részt vesznek a cserediákok, úgyhogy mondjuk csoportosan is elmennek együtt egy-egy iskolának az iskolanapjára. Tehát nagyon jó be lehet ezt építeni a világképünkbe, tehát sokkal, sokkal szélesebb látókörre lesz egy olyan fiatalnak, akinek mondjuk volt egy venezuelai osztálytársa, mint annak, akinek nem. Hogyha még visszatérünk a családokhoz, akkor melyik az az első pillanat, amikor a fogadó család találkozik ezzel a fiatallal, aki nála fog élni? Igen, hát a nagy része a programoknak az ugye a mi tanévünkhöz kötődik, tehát szeptembertől vannak itt június végéig a gyerekek, augusztus végétől, és ez augusztus általában 20-a után, 23-a körül kell értük menni Dunaharasztiba, odaérkeznek az összes cserediák, ugye Magyarországra 100 fölötti létszámú fiatal érkezik, és az elején tartanak nekik egy ilyen 3 napos felkészítő tábort, amiben megismerkednek egy kicsit a magyar kultúrával, elhelyezik őket, hogy na hol vagytok a világban, mert sokszor, ha valaki egy olyan messzi országból jön, akkor azt se tudja, hogy Magyarországot eszik-e vagy iszák, tehát tényleg nem sok tapasztalattal lehet róla, és annyit megtanulnak ezt a 3 nap alatt, hogy bemutatkozzanak magyarul, elmondják hány évesek, és hogy hova fognak menni. Tehát azt ők már akkor tudják, hogy ki az ő fogadó családjuk. És ott a szülőket is felkészítik, egy nagyon alapos tájékoztatót tartanak az EFS Magyarország önkéntesei. Megkapunk minden írásos anyagot, ugye biztosítást, iskolához való papírokat, menzához, tehát ott egy alapos előkészület után ugye úgy kapjuk meg a gyermeket, hogy akkor már készen van arra, hogy ő járhasson iskolába, megvan, hogy melyik iskolába fog menni. Tehát már ezt ugye ilyenkor elindul az, hogy felkészítik a családokat arra, hogy na például válasszon nekik iskolát. Ebbe a családokat is Sopronba például beszoktuk vonni, mert hogyha teszem azt, az én gyerekem az egyik iskolába jár, akkor örülnék, ha a cseregyerekem is oda járhatna, mert akkor nem kell hurtalászni más helyre. Igen, tehát hogy van ilyen le is lehetőség, nem minden iskolával, de a legtöbbel ez megoldható, és nagyon nyitottak rá az iskolák, és erre nagyon hálásak is vagyunk, mert tényleg
maximális támogatást és segítséget kaptunk eddig is az összes iskolától, akikkel dolgozunk. Ezek az első utak, amikor hazahozzátok a fiatalokat. Igen. Azért ezek izgalmasak, és egy kicsit feszengősek is, nem? Igen, tehát minden új, minden olyan furcsa. Hát a legviccesebb az volt, amikor a koszterikai fiam érkezett, ő ugye februártól volt itt decemberig, mert ő mivel a déli féltekéről jött, náluk más a tanév rendszere, és őket úgy hívja a magyar EFS, hogy a kereszt féléves diákok, ők tényleg nem úgy van, mint a tanév, hanem februártól decemberig vannak itt. És hát ő megérkezett, hogy hát van meleg kabátja, mondja ő. És ez egy ilyen pulóverszerű kabát volt, és mínusz 6 fok volt februárban konkrétan tavaly, amikor, vagy igen, a tavalyi 15-ös évben, és hát majd megfagyott. Úgyhogy első útunk rögtön a Decathlonba vezetett, hogy hát egy meleg jacket vegyünk, mert hogy az fontos. Úgyhogy igen, tehát hogy ezeket az ilyen kultúrsok éri akkor a gyereket is, meg ugye hát minket is, mert például föltette nekem Alejandro azt a kérdést így első nap, hogy nálatok milyen gyakran van földrengés? Hát mondtuk, nálunk nem nagyon, aztán mert nálunk minden nap. Tehát, hogy nyilván ilyeneket az ember honnan tudna, hogyha nem személyesen egy koszterikai gyerekkel beszélget. Mi van akkor, hogyha nem tud egymásra hangolódni a család és a diák? Azért előfordulhat ez is. Ez benne van a pakliban, ugye egy lutri, hát amíg nem ismerjük egymást, hogy a lakva ismerik meg az emberek egymást, semmi probléma nincsen, épp ezért nagyon jó az EFS Magyarországnak a háttérszervezet, az önkéntes hálózata, hogy ezeket a gondokat azonnal kezelni tudjuk helyi szinten, tehát megpróbáljuk, ha már így ilyen előre haladott mondjuk egy probléma, elhelyezni városon belül, hogy minél kevesebb probléma adódjon abból, hogy iskolát kell váltani, a családot kell váltani, nem tudom, várost kell váltani, tehát nem mindig van erre lehetőség, de azért ezt meg szoktuk oldani. Van egy pár olyan családunk a városban, akiket úgymond vészcsaládnak hív a közösség, mert hogy ha valami gond van, akkor először hozzájuk átmenetileg is lehet menni, illetve van, aki azt mondja, hogy na jó, akkor most maradj már itt az év végéig, vagy attól függően nyilván, hogy mikor történnek ezek a konfliktusok. Hogyha most valaki kedvet kap, hallva ezt a beszélgetést, akkor lehet még jelentkezni az augusztus végén érkező diákok fogadására? Igen. És hogyan? Hát a honlapon keresztül mindenképpen, tehát az afs.hu honlapon cserediák fogadása, ez a kisfül megnyílik, és amúgy pedig a városban, ha ismerős Vodli Zsolt tanárurat kell keresni, aki kollégám is volt a Róth Gyula szakközépben, és ő az itteni körzet elnöke, tehát ő rajta keresztül futnak ezek a szálak, és mindenben tényleg az önkéntesek segítséget nyújtanak. Vannak fiatal, tehát középiskolás önkénteseink, akik a diákokkal foglalkoznak, illetve vannak felnőttek, akik pedig a családokat támogatják, a konfliktusokban segítenek megoldani, ha mit tudom én, adminisztratív probléma van, tehát mindenre van külön önkéntes. Marina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy kedvet csináltál a cserediák fogadáshoz. Én köszönöm, hogy itt lehettem, mert mindenkinek csak ajánlani tudom. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, nézzék ezután is a Sopron TV-t. Viszontlátásra!